Lascia per la sera lontana, diciamo questi cani. Andiamo a tagliare il centro americano. József Attila, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbos gyermek testemet szemmaró füstön szárítottam. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán válta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezgel megbánás fog át. Várhattam volna még 10 évet. Dacból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadon, szabadnak hittem és öröknek. És most... könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Kedves tanáraink, barátaink és rokonaink! Eljött az a pillanat, amit igazából egyikünk sem várt. Befejezzük a 8. osztályt is. Tudjuk, hogy mi voltunk a legjobb 8-osok, és hogy egy darabig nem is lesz olyan jó és aranyos osztály, mint amilyenek mi voltunk. Ezt a jó tulajdonságunkat a következő években is megtartjuk. Azt is tudjuk, hogy tanáraink ránk a legbüszkébbek, mert mi minden dolgozatra lehető legjobban készültünk fel. Az is igaz, hogy egy pár dogakérdést megszereztünk, de hát ez is azt bizonyítja, hogy mennyire törjük magunkat, és hogy mennyire életre valóak vagyunk. Ezúton is szeretnénk bocsánatot kérni egy pár tanárunktól, akiket sajnos nem nevezhetünk meg, mert nem akarjuk a hitükből kitéríteni őket. Ha pontoznunk kéne, biztos maximum pontot kapnának Zsolti viccektől hemzsegő órái, és Fekete tanárul is. Annak ellenére, hogy a matek és fizika óráit nem zártuk a szívünkbe. De szerettük még a középmezőnyben elhelyezkedő egyéb órákat. De sajnos az utóbbi időben elment a kedvünk a tese órától. Remélem,
beléjük, mindenki tudja, hogy mi soha semmit nem gondoltunk komolyan, még ezt a beszédet sem. Tisztelettel a ballagoktól. Mik azok Márkos, Stiglitz? A Stiglitz, ez az egyik van, ami vadmadár, a többi az már ilyen kalitkába született keresztezett madár, a Kanáriból, meg Stiglitzből, meg Kendericéből. Ilyenekből vannak. Meg a kalitkába azon... születik? Persze. Itt tudod őket? Nem én nálam születtek, de van itt fönn a Krivinger Marinnak, aki van az élettársa, Jani. Itt zárt rendszerben is tudnak születni? Hogy? Azt hittem, hogy csak szabadon. Nem, hát ez a kanári fajta, ez keltett kalitkába ugyanúgy. Milyen csoda. Ja, nála egyszer menj folyadat, neki rengeteg van. Neki vajon röpdéje van. Meg kinek? Meg, a Krivingeréknél benne. Igen? Na jó, egyszer meglátogatom őket. És ott nagyon sok madár van, rengeteg. Van 60-70 madár.
kanári, ilyen füllemülejzők, ezben minden van. És majd fog menni fürödni, mert szeret fürödni nagyon. A vízbe beáll, és... Ez micsoda? Ennek a rendes neve paszta, ez kendericéből van, meg kanáriból. Keresztezve van? Keresztezve van, igen. És képzeld, hogy ezt már nem lehet tovább már nemesíteni, mert olyan, mint a szamárból, meg a lóból az összvér, hogy már hiába pároztatnán, már nem ivar érett. Az micsoda? Ez is egy ilyen kendericéből és kanáriból. Vadmadárból, meg nemes madárból. A Kanári-szigetekről származnak, és nem is engedték őket át ide Európába. Például ide hímet nem lehetett hozni át Európába, csak tojót. Miért? Hogy nem akarták kiadni ezeket. Ez is olyan volt, hogy védett madarak voltak náluk. Nem akarták, hogy máshol is legyen a világon. És utána valamikor a tengerészek, batrózok, akkor jártak hajókkal, akkor azok csempésztek át a hímeket, és utána így lettek itt Európába is elterjedő. Tulajdonképpen hány madarad van? Ez a öt madár van. Van egy, ez egy fehér kanáriból van, és egy stigrisből. Ez van kendericéből, és szintén kanáriból. Ez vadmadár, az királycsíznek hívják. Akkor van a stigris, és van a szintén kanáriból és kendericéből egy. Ez már 5 éves, ez meg 6 éves már, amit. És hallom, brökutál valami a padlások. Hát, vannak a galambok. Akkor nézzük meg azokat is. Na, megyek föl a galambokhoz. Már hány galambod van? Hát olyan 100 darab körül. Ezek valami nemes galambok, vagy csak egy ilyen? Ezek nemesített galambok, pörtli galamb. Pört testvérek, azok feljesztették ki őket, de a rendes neve, hivatalos neve az budapesti magasszáló keringő. Ez a neve? Ez a neve. Na jó, akkor menjünk föl. El vannak kerítve. És itt külön fakokban vannak fiatal galambok, tojók, hímek, és akkor meg a tenyész galambok. Ezek itt csak a fiatal madarak. De ki lehet nyitni az ajtót, hogy innen megnézzük. Innen jobb. Gyere! Ezek mikor születtek? Ezek másfél hónapja. És ezek milyen fajták? Ez a budapesti magasszáló keringő. Budapesti magasszáló. Mert ezek a főtestvérek, ezek pestiek voltak, budapestiek, és ők feljesztették ki valamikor még 1800-as években. Mert ezek mind egyfajta? Egy, persze, csak egyfajta. Ez ugyanaz a fajta, csak ugyan, ezek már 2-3 éves, meg 4 éves galambok is vannak. És ez mind anya? Ezek mind lányok, igen. És ez honnan tudod, hogy anya lányok? Hát azt a fejéről, mert ránézel, egy igazi galambász ránéz a fejére, galambra, és akkor mondja is, hogy ez tojó vagy én. Mi a csoda? Azt hittem, hogy a szoknyából meg a nadrágból. Skót szoknyá. Most ezek... Itt vannak a fiúk. Ja, ez ugyanaz, csak ez ezek ugyanaz, csak ők fiúk. Ezek szállógalambok, és nem akarom azt, hogy párosodjanak, hogy toljanak, mert akkor nem szállanak jól. Ja, egyszerűen nem is engedett ki őket. De utána fönn a levegőben együtt repülhetnek, csak itt a padláson nem lehetnek együtt a fiúk a lányokkal, mert akkor szállanak, és akkor fészekbe jönnek, és akkor letoljanak. Miért ők ide szállnak vissza? Persze, ők ide jönnek, ők meg oda mennek. A lányok külön-külön a fiúk, ki van írva nekik? Hát esetleg egy-két lány eltévedhet, hogy bejön ide, de általában mit tudom, a három egy része oda megy be az ő helyére, a saját helyére. Egy-két céd a lány az átjön a fiúkhoz. Igen. Hát ezek itt micsodák? Ezek a tenyészgalambok. Ez mit jelent, hogy tenyészgalamb? A tenyészgalamb, ők csak nevelnek fiatalokat, ezek ki vannak választva, amit én kiválasztom magamnak. Evésen így vagyok párba. Ők nevelik a fiatalokat. Tehát itt most fiúk vannak, meg lányok itt együtt? Itt párban vannak a galambok, fiúk, lányok együtt. És mindegyiknek saját párja van? Persze, saját párja van, és itt vannak a fiataljaik nekik minden.
És nincsen megcsalás, hogy egyik átlagja van? Nem. És tudja, melyiknek a fészke, melyik a párja. Itt mindegyik. Szóval nem tévesztik össze egymást. Nem. Ez érdekes. És hol tolnak? Itt vannak, hát így van megoldva az egész. Ott ül a mama, ott ül a tojások. Jó van, ne féljetek libuskáni. Ott ül a mama a tojáson. És az alsó részben ott vannak meg már fiatalok. Azokat előbb. Azok nem is jönnek ki? De hát majd egy-két hét múlva akkor már ők is rá ki fognak menni a tetőre, szokni fogják a tetőt. De itt abban a szobában azért kijönnek? Kijönnek ők persze. Hát de most még nem, mert akkor nem bír még visszarepülni. Majd amikor visszabír repülni, akkor majd lejön ide a földre is. Aha. Addig a szüleik nevelik őket. Kukuk. És hány tojása van? 2 darab tojástojik mindegyik. De úgy vannak, tessék, ezek már idei fiatalok. Ezek nagyon picik, nem? Nem picik. Ezek? Ezek idei fiatalok. Mi az, hogy idei mondjuk? Hát most születtek 3 hete születtek. Ők testvérek. Ezek a kedvenceim, a sárga gyűrűsök. Azért sárga gyűrű, mert az a kedvenc, így gyerünk. Nem, csak hát ezek nagyon jó párból van, és jól repülnek a fiatalok. Értem, az egy családból a származókat egy színűre... Mindegyiket más színű gyűrűvel jelölöm. Minden családnak a gyerekeit más színű gyűrűvel jelölöm, kísérő gyűrűvel. Rajta van a neves gyűrű. És... Itt meg még kisebbek vannak. Igen, hát nem egyszerre születtek, ott kisebbek vannak. Ezeknek még alig van tolluk. Ezek igen, ezek fiatalabbak. Jól van, ne féljetek nála. Ők kisebbek sokkal. És milyen kaját adnak nekik? Hát én keverék kaját adok nekik, de van 10 fajta mag. De ők mit tesznek a kis galambok? Hát az öreg galamb az. Visz meg megeszi az ennivalót, utána iszik rá vizet, és akkor visszahányja neki a begyébe. Aha. Mert ugye egy nyuszi az mondjuk szoktatja. Ez hogy csinálja? Ez csőrét beteszi, a két galambnak találkozik a csőre, a kicsinek meg az öregnek, és akkor az öreg belehányja neki a kaját. A megrágott és a... Hát nem rág ő, mert nincs neki fogva. Ja, nincs rág. Ő nem rág. Na jó, van galambocskáim. Akkor mi ez az ennivaló? Mi ez? Mit adsz neki? De van kukorica, borsó, bükköny, fekete napraforgó, köles, akkor mi van még benne? Cirok van benne, kis árpa van benne, búza valamennyi, mondom, hogy 10 fajta mag van benne. Tehát ez nem egy olcsó hobbi. Hát nem. 40 forint kilója a keveréknek. Ha már egy hobbi sem olcsó. Mert ezek a tojások, ezek nem jók, és itt van belül a jelzőgyűrűk, amivel jelzem a pároknak a fiataljait, hogy piros gyűrűs, fekete gyűrűs, zöld-sárga, zöld-piros, narancssárga. Mindegyik párnak van 18 pár, mindegyik párnak külön színűre van jelölve a fiatal galambja. És te azt honnan, van a családnak neve mondjuk? Hát úgy nekem igen, hogy hát mondjuk én is őket úgy hívom inkább, hogy a zöld sárgának a fia, akkor a piros gyűrűsnek a fia, mert általában amivel a hím van jelölve, azzal a színű gyűrűvel jelölöm a fiatalját neki. Akkor a vékony kék gyűrűvel, ami van. De van, hogy mit tudom én, az öreg sötét pántos. Ja, és gondolom, akkor ide bele, ebbe a füzetbe beleírtam. Persze, itt van a füzet is, ebbe vezetem az összes adminisztrációt, mindent, ami van. Ide vannak leírva a párok, ki milyen párja van neki. Ez mondja, hogy Hurka Spitzes, Hákovás 42 lánya. És az látod, itt fél van írva, hogy világos kékkel van jelölve. Akkor itt van fekete Döngi Gyertya, az fekete jelző. Hákovács, mert ez vissza van keresztezve, már tiszta Hákovács galamb lett belőle. Balra jó.
És akkor van ott itt gyertya, lila gyűrűvel van, gilice. Ez a gilice az azért lett gilice, mert az öreg Hákovács bácsi Pesten, aki lakik, még él még. Akartam mondani, hogy nézd, mert olyan pici, mint egy gerlice, és föllepült a galamb, és akkor azt mondta neki, hogy ez gilicét mondott gerlice helyett, és így maradt ezen arra a fajtára, gilice galamb maradt. Te Vákos, miért csinálod ezt? Hát, miért nem tudom, hát én gyerekkorom óta 56-ban kaptam az első pár galambot a Bogár Tonitól, mielőtt diszidált volna. És azóta szeretem a galambot is. Hasznod nincs belőle? Hát nem, nem igen. Hát tehát versenyzünk. Ja, ezek versenygalambok? Igen, hát persze. De ezek nem távolságra mennek, hanem itt a háznál repülnek és magasságra szállnak. Milyen hosszú időn keresztül, és milyen magasan repülnek. Mert ezeknek megvan a standardjük, ezt megállapították a mit tudom, milyen bírálok, és akkor ennek a galambnak 5 órát kell repülni, és abból egy óra tüdőt, az a standard. Ha most tegyük fel, hogy neked lenne galambod, neked 10 órát szállnak galambod, de csak simán, úgyhogy nem tűnik el. Mákos, engedheted? Mehetsz, engedheted?
Hogy hívnak benneteket? Engem Commenda Milánoknak, Bosnacki Fárko. És jöttetek utat építeni? Ja, jöttünk segíteni annak a gépnek már. Nem, mert mi feltoltunk ott és odáig benne. Akkor látom, gyorsabban is megy a munka. Kösz, hogy segítettek neki. Csukott szemmel. Ez a Tavasz utca. Most így néz ki a vízmosásoktól. De ma elkezdik javítani, és a végén egy 4 méter széles aszfaltút lesz. Az rúgyputy. Ez a munka megosztás. Eddig az nem volt nagyon izé. Lehetőségem munka a vizére. Teljesegész hiba lefilmelik az öreget. Mikor szerelünk azt is, hogy rabok. Ráj már ki előle.
Ez egy öröm. Éppen mondom, hogy egy örömöt szereztetek meg. Ez egy öröm. Ez öröm bizony. 37 év után. Akkor költöztél ide 37 éve? Igen. Az elsők között. Hát az első, én meg a szívem. Meg a szívem. Ja, én voltam a harmadik. Másik oldalon. Ugye ez a vázaná voda? Igen. Zaj, hogy én iszú, tam je. Uža je těče voda. Hát ještě ne, čak těká. Já ještě jenom, to musíme to překopat. Tak voda, ještě je zjera, čak to také tu jistu dítě. Ale nebylo ani jen kapletka. Níž, a jestli len mě pýtali, že kdy činál, to je za tebe můjka. Dobré, to je všetko. Došli hore, stěrk mělkeršu, kej rady kazat, znovu se rozpakovat. Ty sper, už to bylo hotové. No tak 8 metrů se včera vadaňo, do toho nutěra. Tam zavápal, aj tu, a níž tě třeba půjdu ze stříkalo. Čili můžete pít vodu? Já. Aj, keď nemáme víno. Slováci ne tak hovorí, že máme víno. On hovoril, že koštoval to vaše víno, co si zanesel Myšinin. Uh-huh. Hovorí, že to je víno, keby mi tak chcel ten Jožko predat z něho. A já jsem ho koštoval s něho, řekl, okoštujem ho, potom si dám sody. A řekl, do toto vína škoda ho pokazit vodu, já nedám vody to. To je tatové, to není moje, hát. Nevím, či mají ještě, nebo já nechodím do pivnici. Na krumple. Szia Jožka, mi nem ész az úton? Hát nem akarom. Oda sülsz. Hát.
Na, kipróbáljuk, hogy megy ez az út. Ez a tájkép Pilisszántóról bejárt a Szlovákiát, Mezőberényt, mire 3 évvel ezelőtt ide került Pilisszántóra. A képen látható 2 topolfát kivágták, majd Majnák Bálint bácsi és Sasegyi Tamás bácsi ezen a lovaskocsin Vörösvárra vitte, hogy ott földeszkázzák. Ebből a földeszkázott topolfából készült el végül is ez a kredenc, amely most Gerlei Marika néni szobáját díszíti. Kókolom Vesznice, Szvigyilin Vesznice, Mámila szanna mnya nyeva, že nyeva tisíce. Mámila Oh!
Yeah.
čila bidonje. Prenješa Tri ruže červene, dali mi znak.
Jebenje bolo treba
Yeah.
Grosicek lebodva bityi
Švidonje, švidonje.